Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Január 20-a van Fábián Özséb és Sebő névnapja. 200 éve született Madách Imre költő, író. 1898-ban pedig elhunyt Kosta Abrasevics szerb költő. Most érkezzenek a nap kiemelt hírei egy-egy mondatban. Belgrádban tárgyalt a szerb védelmi miniszter és a magyar honvédelmi tárca vezetője. Drágult a benzin és a dízel is Szerbiában. Hatalmas pelyhekben hullott a hó Vajdaság több településén is. Több szerbiai folyó is árad. Mindent megtettem azért, hogy megóvjam Szerbiát. Ezt mondta Alekszandar Vučić, miután Belgrádban tárgyalt Miroslav Lajcsákkal, Gabriel Escobarral, valamint Franciaország, Németország és Olaszország tanácsadóival. A szerb elnök hozzátette, hogy az eddigi legnehezebb egyeztetésen vannak túl. A tárgyalás fő témája a Belgrád és Pristina közötti kapcsolatok mielőbbi normalizálása volt. A stabilitás alapillére pedig a koszovói szerb községek közösségének létrehozása, mondta Miroslav Lajcsák, az Unió Belgrád és Pristina közötti párbeszédért felelős külön megbízottja. I would like to inform you that we had today a very intense, tough, but frank and open discussion. And as a result, we feel encouraged. President Vučić demonstrated a responsible approach and the willingness to take difficult decisions in the interest of peace and European perspective for Serbia. For us, the overdue implementation of the association or community of Serbian majority municipalities is a crucial element for stability. And we remain convinced that the plan we presented in September and we discussed today is the best way for normalization of relations between Serbia and Kosovo and for European integration of the region. Our work will continue without delay. Az ülésen elhangzottakról, illetve a Szerbia és Koszovó közötti viszony normalizálását tartalmazó tervről Alekszandar Vučić nem árult el sokat. Azt azonban elmondta, hogy tárgyalófelei ismertették vele azokat a kihívásokat és problémákat, amelyekkel Szerbia szembesülne, ha nem egyezne a tervvel. Hozzátette, ő mindent megtett azért, hogy megóvja Szerbiát. Danas je bio veoma težak, možda i najteži razgovor koji smo imali. Otvorena i ozbiljna diskusija. Ono oko čega jesmo saglasni, to je da zamrznuti konflikt nije rešenje. I da kad imate zamrznuti konflikt, samo je pitanje trenutka kada će neko da ga odmrzne i kada će neodgovorni pojedinci da uruše i mir i stabilnost celog Zapadnog Balkana. Miroslav Lajcsák az Unió Belgrád és Pristina közötti párbeszédért felelős külön megbízottja, Gabriel Escobar az Egyesült Államok nyugat-balkáni külön megbízottja, valamint Franciaország, Németország és Olaszország tanácsadói a nap folyamán Pristinába is ellátogattak, ahol a koszovói kormány tagjaival egyeztettek. Katonai együttműködési lehetőségekről, a közös nehézségekről, az ukrajnai háborúról, Szerbia-Európai Uniós csatlakozásáról és a koszovói helyzetről is tárgyalt Belgrádban pénteken Szalai Bobrovnicki Kristóf, magyar honvédelmi miniszter és Milos Vučević szerb védelmi miniszter. A közös sajtótájékoztatón a két politikus hangsúlyozta, hogy Szerbia és Magyarország között kiemelkedően jó a viszony, Budapest pedig minden tekintetben támogatja Szerbia uniós csatlakozását. Magyarország és Szerbia is abban érdekelt, hogy mi hamarabb béke legyen Európában, érjen véget az ukrajnai háború, és a Nyugat-Balkánon is béke és stabilitás uralkodjon, hangsúlyozta Szalai Bobrovnicki Kristóf, magyar honvédelmi miniszter. Mindkét ország számára a béke a legfontosabb, és ahogy a Magyarország a háború kezdete óta konzisztensen a tűzszünetre és a béke elérésre hívta fel a figyelmet, így most is ezt tettük, és szerb kollégámmal egyetértettünk abban, hogy a régió kisebb, közepes államai számára az a háború, ami most a keleti szomszédunkban zajlik,
az csak rosszat hozhat, és a minél hamarabb történő befejezése lenne mindkettőnk országának az érdeke. A két politikus a térségbeli gondokról is tárgyalt, és kiemelt figyelmet fordított a koszovói helyzetre. Magyarország ugyan elismeri Koszovó függetlenségét, de abban érdekelt, hogy Belgrád és Pristina között rendeződjön a viszony. A fennálló problémákról azonban Milos Vučević védelmi miniszter tájékoztatta a magyar hivatali kollégáját. Mi smo delegáciji iz Mađarske preneli još jednom podvukli stavove Srbije po pitanju Kosova i Metohije. Podelili sa našim severnim susedima našu zabrinutost vezano za jednostrane akte administracije u Prištini. Zajednički analizirali situaciju u regionu Bosni i Hercegovini i ostalim susednim državama u cilju da svi imamo interes, bar sam za Mađarsku i Srbiju siguran, da imamo interes da čuvamo mir i stabilnost na prostoru Zapadnog Balkana. Magyarország diplomáciai és katonai eszközökkel is szeretne segíteni abban, hogy a nyugat-balkáni térségben béke és stabilitás uralkodjon, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter, és felhívta a figyelmet arra, hogy magyar katonák teljesítenek szolgálatot Koszovóban és Bosznia-Hercegovinában is. Drágult a benzin és a dízel is a Szerbiában. A benzinért és a dízelért is 3 dinárral kell többet fizetnünk a benzinkutakon. Ez azt jelenti, hogy az eurodízel literenként legfeljebb 198, míg a 95-ös benzin literenként 167 dinárba kerül. Az új árak ma 15 órától léptek hatályba, és a következő 7 napban érvényesek. Hatalmas pelyhekben hullott a hó Vajdaság több településén is. Az előrejelzések szerint nem lesz sokáig téli időjárás a térségben, ugyanis a hétvégén eső várható, hétfőtől pedig újabb melegfront érkezik. A hőmérséklet az elkövetkező napokban emelkedik majd, így helyenként 4-5 fokkal is többet mutathat a hőmérő higanyszála, mint ma. Hó lepte be Szerbia több városát péntek délelőtt. Közöttük Újvidéket, Belgrádot, Szjenicát, Pozsegát, Valjevót, Loznicát és hullott a hó Zlatiboron is. A turista célpont közelében tisztítják az utakat, amelyek jelenleg járhatóak. Vajdaság több településén is havazott. Torontálvásárhelyen is erős hóesésre ébredtek a helybéliek, de Magyar Kanizsán, Topolyán és Óbecsén sem volt más a helyzet. Nagy pelyhekben esett a hó Szabadkán is, környékén is reggel, majd délután is. A járművezetőknek azt tanácsolják, hogy igazodjanak a forgalmi viszonyokhoz. Az utak járhatóak, de nedvesek, a látási viszonyok pedig jelentősen romlottak, ezért mindenképpen fokozott figyelemmel kell közlekedni. Szerbiában a hó eddig nem okozott gondot az utakon, mert gyorsan olvadt, nyilatkozta a Szerbia útjai közvállalat. Valamint azt is hozzátették, hogy Zajecsár és Kruševac környékén helyenként földcsuszamlás is volt, ahol átmenetileg egy sávban haladt a forgalom. A következő napokban is marad a jelentős mennyiségű csapadék, amely szombaton még hó, vasárnaptól inkább eső formájában jelentkezik majd. A hőmérséklet csúcsértéke vasárnap 7 fok is lehet. Hétfőtől már újra melegebb időjárás éri el térségünket. A szakemberek szerint csak Szerbia déli részén a magas hegyekben lesz az elkövetkező időben hó a kirándulók és a síelők örömére. Továbbra is rendkívüli állapot van érvényben több dél-szerbiai községben is az áradások miatt. Az ítéletidőnek halálos áldozata is van, a Raška folyóból ugyanis egy holttestet emeltek ki. A folyók vízszintje a legtöbb helyen apad, de a csapadékos idő a következő napokban is folytatódik a térségben. Novi Pazarnál csütörtökön 2 embert ragadott magával a megáradt Raška. A folyóból kiemelt holttest valószínűleg az egyik eltűnt férfié lehet. A másik szemét még keresik a speciális egységek. Jó hírnek számít viszont, hogy a térségben apadásnak indultak a folyók. Hvala Bogu, vodostaj se smanjuje. Znatno su smanjeni ovaj vodostaj u sve tri reke koje su juče bili poplavili ovaj područje. Nažalost, imali smo ovaj nesrećan slučaj gdje smo dva naša sugrađanica izgubila život. Kao što rekli, jutros je pronađeno jedno telo. U pomoć je stigla ekipa, specijalna ekipa ronilaca žandarmerije koja traga za drugim telom. Prilikom želim da na zdravim glavu porodicama nastradali
saučešće. A Koszovóban található Zubin Potok községben is óriási gondot okozott az áradás, több család házát is elöntötte a víz. Opština Zubin Potok će u okviru svojih mogućnosti pokušati da ovim ljudima maksimalno izađu u susret. Danas smo im ponudili smeštaj u studentskom domu u Zubinom Potoku, jer su juče, nažalost, zbog jakih bujičnih poplava uspeli da samo faktički u šorcevima izađu sa svojom decom iz svojih kuća. Az elmúlt időszakban a környező országokban és Vajdaság területén is komoly mennyiségű csapadék hullott. Több folyón, a Száván, a Temesen és a Nerán is árhullám vonul le. Az illetékesek szerint a következő napok is csapadékosnak ígérkeznek, így egyes folyók vízszintje tovább emelkedhet. Magyarországon az utóbbi napok heves esőzései miatt több településen továbbra is érvényben van a harmadfokú, valamint a másodfokú árvízvédelmi készültség. Jelenleg a Tarna, a Sajó, az Agyva és a Takta folyó áradására kell készülni. A következő napokban várható további esőzések miatt még több folyó indulhat áradásnak. Árhullám vonulhat le többek között a Tiszán, a Hernádon, a Túron, a Szamoson, a Krasznán és a Körösökön is. Az Alföldön egyre nagyobb területeken jelenik meg a belvíz a földeken. A talajok felső egyméteres rétege szinte országszerte telítetté vált. Egyedül Sopron térségében hiányzik 90 mm körüli nedvesség a telítettséghez képest. Azt a területet régóta elkerüli a csapadék. Teljesen kiégett egy autóbusz Óbecse és Radičević között. Személyi sérülés nem hivatalos információink szerint nem történt, a buszon nem voltak utasok, a sofőr pedig időben elhagyta a járművet. Hivatalos források ezt még nem erősítették meg. A 192.RS egy szemtanú videóját közölte. A felvételen az látható, ahogy a busz óriási lángokban áll és fekete füst száll fel belőle. Az úton várakozó autósok közvetlen közelről figyelték a történteket. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A forgalmat ideiglenesen leállították az érintett útszakaszon. Nézzük a híradó további témáit. Megünnepelték Csókán a Magyar Kultúra Napját. Megnyílt Szalai Attila karikatúra kiállítása a magyarkanizsai Dobóti-Hamér képtárban. Messze még a szüret, de eddig nem érte fagykára szőlőket, akár jó termés is lehet. Ezt mérgesen mondták a borlovagok a Vince napja kapcsán tartott találkozójukon. A szervező Arina Zabatkienzis borlovagrend tagjai mellett az eseményen a Horgosi Szent Orbán borlovagrend és a Bajmoki Szent Trifón borlovagrend tagjai is részt vettek. Vince napján, január 22-én vesszőt kell metszeni a szőlőből, majd meleg szobában vízbe állítani. Ha kihajt a szőlővessző, a rajta található rügyek alapján megjósolható az őszi termés mennyisége. Viccevessző vágásnál megállapítottuk, hogy az idei év legalábbis enni gazdánál szépen megőrzött szőlősbe vagyunk, úgyhogy a vesszők, ami azt illeti, be vannak érve részbe, nem tökéletes minden vessző, minden szálvessző. Egészségesek a vesszők, a rügyek is egészségesek, tehát a meccés alkalmával megállapítottuk, hogyha nem lesznek komolyabb fagyok, akkor jó eredményeket várhatunk ebbe az évbe. A hagyomány úgy tartja, ha Vince napján csapadékos az idő, esetleg olvad is, megcsordul az erez, akkor a bortermés jó lesz. A mondás is úgy tartja, ha megcsordul a vince, tele lesz a pince. Ne bi bilo vinogradu prijatno da ne vidi malo snega. Sneg u vinogradu ima bar dve funkcije. Jedna je da mu popravi tu vlažnu strukturu. Vlaga ove godine ili ove zime vinogradima nije baš veliki problem. Druga je njegova funkcija je da zaštiti od eventualno jakih mrazeva. U svakom slučaju radujemo se današnjem snegu. A hagyomány szerint a jó termést azzal is elő lehet segíteni, ha Vince napján sok bort iszunk. A népszokás szerint ez is növeli a termés mennyiségét. A magyar kultúra rólunk szól, értünk él, hangzott el a Magyar Kultúra Napja alkalmából csütörtök este Csókán tartott ünnepségen. Az eseményen fellépett a Mécsvirág együttes.
Az ünnepséget szervező Csóka Művelődési és Oktatási Központ rendezvényeivel és különböző programokkal folyamatosan igyekszik a magyar nemzet kultúrájának megmaradását szolgálni a községben. Nagyon fontos számunkra, hogy már évekre visszamenőleg minden év januárjában a Magyar Kultúra Napját megünnepeljük bizonyos formában, azért, hogy összetarthassunk és tovább vihessük azt a hagyományt, amit eddig fölépítettünk. 200 éve január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a himnuszt. A csókai eseményen a nemzet ima a Rákóczi férfi kórus tolmácsolásában csendült fel. Hol vagytok ti régi játszótársak? Közületek csak egyet is lássak. Idén emlékévvel ünnepeljük Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját is. Csókán a Mécsvirág együttes versenyzenés összeállítását hallgathatta meg a közönség. Nagyon fontos küldetésünk az, hogy a fiatalokkal megszerettessük a költőket, a népdalokat, illetve az énekelt verset, és a mai összeállításunk Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára készült, és egy gondolat fölöleli az életét a gyermekkorától kezdve, a csatákon át, egészen a haláláig. Éljünk a világ bármely pontján magyarként, ez a nap fontos kell, hogy legyen számunkra. Az anyaország határain kívül élő magyar közösség számára ez hatványozottan igaz, mondta Sárközi István, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnöke. A Magyar Nemzeti Tanács sem tétlenkedik ebben az évben, hiszen a vajdasági magyar nemzeti közösségünk kulturális stratégiájának megírásába belekezdett. Ez fogja meghatározni a következő 5 év teendőit. Egyrészt egyértelmű, hogy épít mindarra, amit a közélet és a magyar közösség kivívott ebben az elmúlt mondjuk talán 20 vagy annál több évben is. Épít a realitás talajánál, megérti mindazt, ami körülvesz bennünket a jelenben, és olyan célokat tűz ki a jövőt illetően, amelyek megvalósíthatóak lesznek. Mindez rólunk szól, a vajdasági magyar kulturális identitásról, tette hozzá a végrehajtó bizottság elnöke. Karikatúra Kaleidoszkóp címmel nyílt kiállítás Szalai Attila műveiből a Magyar-Kanizsai Dobótiha mérképtárban. A tárlaton a karikaturista kedvenc sportolóinak, zenészeinek és művészeinek portréjait tekinthetik meg az érdeklődők. Szalai Attila a 7 nap karikaturistája. Megközelítőleg 5000 rajza jelent meg nyomtatásban, most ezek egy részét tekinthetik meg az érdeklődők Magyar-Kanizsán. A kiállítást Agárdi Gábor, a Pannoner TV igazgató helyettese nyitotta meg. Nagyon kevés alkotó mondhat el magáról, hogy amikor valaki rápillant az ő munkáira, akkor rögtön tudja, hogy ez egy Szalai rajz. Nekem is volt olyan, hogy egy-egy munkáját megmutatta, és tudtam rögtön, pedig ugye szemüvegem van, és nem látom annyira jól a dolgokat, tudtam rögtön, hogy kitábrázol, anélkül, hogy elárulta volna, kitaláltam. Szalai Attila közel 30 éve készít karikatúrákat. Az általa kedvelt, sokra tartott embereket szereti leginkább ábrázolni. Olyan személyeket örökítettem, mégis állítottam ki, akik igazán hatottak az én pályafutásomra, tehát ezekre az emberekre mindig is fölnéztem, és mai napig is fölnézek. Ők egy igazi hősök számomra, attól függetlenül, hogy most valaki író, rockzenész vagy olimpiai bajnok. Én azt hiszem, hogy nekik állítottam egy kis emlékművet ebben a kiállítással. A kiállítás február 8-ig látogatható a Magyar-Kanizsai Dobótiha mérképtárban. 49 éves az Újvidéki Színház. Az évforduló alkalmából egész hetes programmal készül az intézmény. A közönséget január 23-a és 27-e között vendégelőadásokkal várják. A születésnapi héten szabadkai és zombori színtársulatok előadásait tekinthetik meg az érdeklődők az Újvidéki Színházban. A program január 23-án Klem Viktor, magyarországi színész, Nagybőgő című monodrámájával startol. Tulajdonképpen tényleg csak azt csináljuk, amit minden évben csinálunk, meghívjuk a barátainkat, jöjjenek, ünnepeljenek velünk. Idén ez odáig ment, hogy tulajdonképpen 27-én magán a születésnapon sem mi fogunk játszani, hanem a barátainkat hívtuk meg, hogy velünk legyenek ebben, Kosztolányi Dezső Színházat a Földfiával, és hát egészen jól menő kis programot állítottunk össze. A Zombori Népszínház, a Szabadkai Gyermekszínház és a Szabadkai Népszínház is vendégszerepel majd Újvidéken.
Az Újvidéki Színház igazgatói posztjára január 4-én írták ki a pályázatot. Az elkövetkező 30 napban a Színház Igazgató Bizottsága együttműködve a Magyar Nemzeti Tanáccsal artikulálják majd a közös jelöltet. Na most, amikor a közös jelöltet meghatározzák, na most ugye a Újvidéki Színház esetében ez egy jelölt, de hogyha formalizálva is nevesítik ugye a közös jelöltet, akkor ez a jelölt bekerül a városi intézmények különböző bizottságába, ugye hát megvitatásra. Legalább három bizottságon át kell, hogy menjen a jelölt, illetve a programja. Az új igazgató kinevezését a későbbiekben Újvidékváros képviselőtestületének is meg kell szavaznia. Vencel Valentin továbbra is a Synergy nevű kisebbségi színházakat népszerűsítő fesztivál igazgatója marad. Nemes Nagy Ágnes költő és Lengyel Balázs műkritikus válást is túlélő szerelmét vitte színre az Újvidéki Színes Szilánkok diákszínpad csapata. Az előadás A boldog szerelemben élni címet kapta. Az előadásban a költő és a kritikus fiatal és időskori énje kerül bemutatásra. A négy szereplő Vorkapity Anya, Barna Sára Dávid, Forró Attila és Juhász Inesz. Ők a Színes Szilánkok diák színpad legidősebb tagjai. Különbözőféle gyakorlatokat végeztünk, hogy meglássuk, hogy ki fogja párokat alkotni, hogy ki kivel működik ugye legjobban, és hogy ki lesz ugye a fiatal pár, az idősebbik pár, és ugye mindenféle ilyen, hát ugye gyakorlatokat végeztünk, játékokat játszottunk, sokat táncoltunk, nagyon sok adatot mi is magunk gyűjtöttünk, hogy ugye jobban megismerhetjük a szerepeinket. Az előadás a két szerelmes, Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs levelezésén, továbbá Nemes Nagy Ágnes versein alapszik. A történet elmesélése során az idősíkok összecsúsznak, átfedik egymást. Ez egy nagyon szép szerelmi történet, ez egy nagyon szép irodalmi történet, tehát az az ő kapcsolatuk, amiben a nagy szerelemből, a nagy összetartozásból egyszer csak lett egy válás, de maga a válás nem azt jelentette, hogy örök életükre utána nem voltak beszélő viszonyban, mert mint ahogy el is hangzik az előadásban, ők lelkitársak, és az irodalommal kapcsolatban minden létezőt megosztottak egymással a későbbiekben is. Az előadás Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulója alkalmából készült el a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával. És most egy örömhír a Pannon RTV házatájáról. Ikrei születtek Brasnyó Zoltánnak, a Pannon Rádió főszerkesztőjének és feleségének, Brasnyó Szilviának, a Pannon RTV produkciós igazgató helyettesének. Ifjabb Brasnyó Zoltán 12 óra 45 perckor látta meg a napvilágot 2385 grammal és 45 centiméterrel, míg húga Zara 12 óra 50 perckor született 2060 grammal és 45 centiméterrel. Az egész családnak sok boldogságot kívánunk. Nehéz, de fontos győzelemmel folytatta világbajnoki szereplését a magyar férfi kézilabda válogatott. Chema Rodriguez csapata a brazil válogatottat győzte le 28-25-re. A magyarok az első félidőt jól kezdték, és 4 gólos előnyt is sikerült kiharcolniuk. A dél-amerikaiak azonban nem adták fel, és az első játékrész utolsó perceiben sikerült egyenlíteniük. Így a félidei szünetre 14-14-es állásnál vonultak az öltözőbe a csapatok. A fordulást követően a brazilok a vezetést is megszerezték, de a magyar csapat megrázta magát, és zsinórban 3 gólt szerzett. A vezetést pedig a mérkőzés végéig nem engedték ki a kezükből. Magyarország legjobb kézilabdázói ezzel nagy lépést tettek a 8 közé jutásért. Ehhez azonban a középdöntős csoportküzdelmek utolsó fordulójában vasárnap a zöldfoki szigetek csapatát is le kell győzniük.
A szerb kézilabda válogatott csütörtökön játszotta első mérkőzését a kézilabda világbajnokság középdöntőjében. A norvégok elleni összecsapáson azonban nem sikerült a bravúr. Az eddig hibátlanul szereplő Norvégia számított esélyesnek, viszont Szerbia remek játéka után az első félidő végén úgy tűnt, borulhat a papírforma. A norvégok a második játékrészben fordítottak, és végül 31-28-as eredménnyel sikerült felülmúlniuk a szerb csapatot. A hatos csoportból csak a legjobb két csapat jut tovább az egyenes kieséses szakaszba. A szerb válogatott szombaton Argentínával, majd hétfőn Hollandiával játszik a középdöntős csoportkörben. És eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Belgrádban tárgyalt a szerb védelmi miniszter és a magyar honvédelmi tárca vezetője. Drágult a benzin és a dízel is Szerbiában. Hatalmas pelyhekben hullott a hó Vajdaság több településén is. Több szerbiai folyó is árad. Köszönjük figyelmüket, a híradót és egyéb műsorainkat is visszanézhetik honlapunkon, a panonrtv.com-on. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!